Elárulok egy titkot, nem véletlenül választotta az Aria azt a dátumot, amikor el lehetett kezdeni venni jegyeket a koncertjére. Ez ugyanis 2023. október 10-e 10 óra 10 perc. És van a kínai asztrológiában egy olyan módszer, úgynevezett Tungsu módszer, és ez a Tungsu módszer ez arra jó, hogy meg tudjuk nézni, hogy bizonyos napok milyen hatással vannak ránk, és be tudjuk időzíteni a dolgokat, és ez alapján lehetnek a napok például lejtmenetnap, startnap, szervezőnap, és... Na, mit gondoltok, milyen nap volt Azariának ez a nap? Bármelyik részről is nézem, tehát akár a magánéleti részről, akár a munkájával kapcsolatban, bárhogyan is, rengeteg sokszorozó elem volt benne, rengeteg sikerelem, hosszú távú siker. Az egyetlen, ami egy kicsit negatív lehet, az a kockázat. Mert hogy volt kockázat ebben a napban, viszont a kockázatnapok azok mindig olyanok, hogyha odafigyelsz a részletekre, és hogyha odafigyelsz a mindenre, akkor rettentő nagyot tudsz aratni. És hát enyhén szóval bejött neki mindez. Tehát a Tungsu szerint is egy rettentő jó dátumot választott, mert egész egyszerűen 2023. október 10-én 10 óra 10 perckor úgy állt minden, hogy abból csak és kizárólag sokszoros siker jöhetett létre. Úgyhogy szerintem ezt ők is tudják és figyeltek rá.